a tavaszi és nyári hónapokban megszokott látvány Püspökladány központjában, hogy a Városüzemeltető Kft. Munkatársai a közterületen nyírják a füvet, gondozzák a parkot. Az önkormányzat az elmúlt években a közterületeket három kategóriába sorolta parkgondozási szempontból, ezekbe azonban nem tartoznak bele a lakosság és a közintézmények előtti területek. Az egyes kategóriában, az egyes számú kategóriában, ami a frekventáltabb rész, az a Hősök tere, Rákóczi utca, rendőrség előtti terület, Barátság park, Kossuth utcai rész, Petőfi utcai szakasz, az a Kossuth-Gagarin úti terület, és akkor a dísztér, és ezen kívül még a Kálvin tér. Tehát ugye ez kimondottan a belvárosi részek, park részek és a terek, közterek. Ezek az egyes kategóriába tartozók, a kettes kategóriába tartozók, azok a területek, amelyek tulajdonképpen már egy széles perifériában helyezkednek el, de tulajdonképpen nem nincs tulajdonos, tehát az önkormányzat tulajdonában áll, ezek ilyen úszótelkek és olyan játszóterek mellett elhelyezkedő zöld területek, melyeknek nincsen tulajdonosa, tehát nincs magántulajdonban. Jegyzőúrral egyeztetve, illetve a Városfejlesztési Irodavezetőúrral egyeztetve, tehát itt már a közintézmények megelőző években is ugye volt, aki nyírta, volt, aki nem nyírta a intézmény előtti területet, de tulajdonképpen azokat a területeket is az intézményeknek kell karbantartani, ugyanúgy, mint az ingatlan tulajdonosoknak. A Városüzemeltető Kft. Munkatársai a saját feladatuk mellett a tavalyi évben is többször levágták a füvet az intézmények előtt, bár ez nem az ő feladatuk. A két héttel ezelőtt tartott vezetői értekezleten azonban felhívták az intézményvezetők figyelmét, hogy ezentúl ezt a problémát saját maguknak kell megoldani. A városközpontban lévő művelődési ház, a Katica óvoda és a tájékoztató központ vezetője szóbeli megállapodást kötöttek, hogy közösen vásárolnak egy fűnyírót, hiszen így hatékonyabban és gazdaságosabban tudják szebbé tenni környezetüket. Hát ez nagy probléma lesz nekünk, de tudomásul vettük, hogy ez a feladatunk, tehát igyekszünk valamilyen megoldást találni, de hát nekünk 7 óvodánk van, és most nem tudom megmondani pontosan, de több száz négyzetméterről van szó, amivel most megnövekedett nekünk a fűnyírási kötelezettségünk. Hát igyekszünk megoldásokat találni itt a belvárosba. Másik két intézménnyel valószínű kooperálni fogunk, és közösen oldjuk meg itt a műfáz, a TV és az óvoda környékének a rendben tartását. Hát ezen kívül a többi 6 óvodánál megcsinálják a karbantartóink, de ha hozzáveszem azt, hogy most egy fűnyírónk üzemképes, és tegnap is az egyik karbantartónk a saját eszközével nyírta le a füvet, akkor ez nem kis feladat. A költségvetésünkben erre nincs tervezet, megpróbálunk mindent elkövetni, hogy végre tudjuk hajtani ezt a feladatot. A 7 tagóvoda tehát összesen 4 fűnyíróval rendelkezik, amelyből csupán egy található üzemképes állapotban. Újak vásárlására nincs lehetőségük, az elromlott gépeket megpróbálják újra működőképessé tenni. Az együttműködésben résztvevő püspökladányi tájékoztató központ rendelkezik a legkisebb zöld területtel, de ennek ellenére ők is részt vállalnak a feladatokból. Hozzánk tartozik talán a legkisebb terület, itt a Hanza mögötti parkoló rész, úgyhogy milyen szempontból, ha lehet azt mondani, akkor szerencsések vagyunk, de azt beszéltük meg, ez az előbb említett 3 intézmény, hogy 3 hetente vagy havonta egy ember, hiszen vannak közfoglalkoztatott dolgozóink mind a 3 intézménynek, tehát az az egy ember fogja lenyírni majd mind a 3 intézmény előtt a füvet, tehát mindig 3 hetente, havonta, éppen amikor akire kerül a sor, az nyírja le a 3 intézmény előtt a füvet, de hozzánk kicsi terület tartozik egyébként. A legnagyobb zöld terület közel 1500 négyzetméter tartozik a Dorogi Márton művelődési központhoz. Itt a tavaszi és a nyári hónapokban egymást váltják a különböző rendezvények, melyekre az ország minden részéből és a határainkon túlról is érkeznek vendégek.
Igazgató úr véleménye szerint nem mindegy, hogy milyen látvány fogadja az ide látogatókat. Tényleg az összefogás pörgőse megvalósul, akkor tényleg nem kell várni arra, hogy mikor érnek ide, hanem ugye főleg a mi intézményünkben is azért egyrészt itt a Bajcsy-Zsilinszky utcán valóban a központban van, tehát a városkép miatt is ugye muszáj ezt rendbe tenni a közterületet, illetve elég sűrűn vannak nyilván, hogy kultúra és intézmény rendezvények, tehát itt május 19-én is a 18. Sárétmenti Népzenei Fesztivál, tehát addigra lehet, hogy újra le kell legalább itt az épület előtti területet vágni, tehát nyilván saját magunk jobban látnánk, meg tudnánk a rendezvényekhez is igazítani, hogy na most mondjuk hétvégére ezt rendbe kell tenni. Reméljük, hogyha tényleg ember akad rá, most már azon nem múlik, hogy nincs fűnyíró, akkor ezt akkor így pörgősen meg tudjuk valósítani. A közintézmények közül a több célú nevelési és oktatási intézmény eddig is gondozta valamennyi telephelyén az udvaraikon belül lévő zöld területeket. Emellett természetesen, ha úgy adódott, akkor kint is levágták a füvet, nem várták meg a Városüzemeltető Kft. Embereit. Úgynevezett tamarisbokrokat, amelyek szegélyezik a intézmény több telephelyét kívülről, azt mindig nyírták sövénynyíróval, és legalább egy évben kétszer-háromszor volt, amikor többször is, ők is levágták a füvet, de mi is törekedtünk arra, hogy a külső környezetünk is megfelelő legyen. Én úgy gondolom, hogy eddig is igyekeztünk vágni a füvet legalább egy évben négyszer-ötször, legalábbis a több célú nevelési oktatási intézményben ez úgy valósult meg, hogy a benti parkos rész rendbetételén kívül az utcán is, mindegy, hogy mennyi terület volt ez, igyekeztünk a füvet levágni úgy, hogy az intézmény külső környezete is megfelelő legyen egy városképi elvárásnak. A szép és hangulatos városkép megteremtésén dolgoznak a Városüzemeltető Kft. Munkatársai, nem csak fűnyírással, hanem különböző parkgondozási feladatokkal, virágültetéssel, a közterület tisztán tartásával is foglalkoznak. Ezekhez a munkafolyamatokhoz folyamatosan biztosítani kell a megfelelő eszközöket, gépeket, hiszen nagy igénybevételnek vannak kitéve. Átlagban 10 fővel végezzük a fűnyírást. Ezt kiegészítve közérdekű dolgozókkal, ugye, akik besegítenek a gerebjézésben, még a szemétszedésben a parki területen. Most a fűnyírás az egy érdekes dolog, tehát ugye előre ezt tavasszal nehéz meghatározni, hogy hányszor kell a nyár folyamán tavasztól őszig lenyírni a füvet, azért, hogy szép legyen a parki terület. Tehát most is ugye hirtelen a jó idő, hirtelen eső miatt elég jól felnőtt ránk a fű, de folyamatosan nyírjuk, ráadásul ugye gépi eszközeink is eléggé le vannak amortizálva, melyeket szeretnénk rövidesen pótolni újabb gépekkel, pont azért, hogy hatékonyak legyünk, és a fűnyírással mi is jobban tudjunk boldogulni, illetve a sövénynyírással. Az intézményvezetők bíznak benne, hogy hatékonyan végre tudják hajtani a parkgondozási feladatokat a saját területeiken. Környezetük rendben tartása, szépítése és megóvása ugyanis mindannyiuk közös érdeke. Jó lenne, ha tényleg tudnánk együttműködni, mert akkor könnyülne a helyzete. Tehát, mint ahogy mi is itt elterveztük, valamilyen megoldást nyilván fogunk találni, hogy a három intézmény együtt valósítsa meg itt ennek a háromszögnek a rendbetételét. Azért ahhoz ragaszkodunk, hogy a környezetünk az szép legyen. Nem csak belül, hanem kívül is. Magunk miatt is, meg hát azért azt tudható, hogy nagyon sokan járnak hozzánk az országból is, és szeretnénk jó benyomást kelteni az ide látogatókban ezzel is. Egyébként az a véleményem intézményvezetőként és magánemberként is, hogy ha az ember megteheti, akkor tegye meg, mert ez egy alapvető elvárás az embernek saját magával és másokkal szemben is, hogy igényes legyen a környezet, és nem feltétlenül kell várnunk azt a Városüzemeltető Kft-től, hogy mindenhova odaérjen, illetve a várostól, hanem mi magunk is segíthetünk és tehetünk ebben. Úgyhogy én biztatom a többi intézményt is, bár úgy tudom, hogy többen megoldják ezt a problémát, illetve többen nyírják a füvet és rendezik a környezetet maguk előtt, de én azt szeretném, illetve biztatok mindenkit arra, aki még eddig nem tette meg, hogy csatlakozzon ehhez a mozgalomhoz.
Nekem az a véleményem, hogy otthon is szeretjük, hogyha a környezetünk szép és rendezett. A munkahelyen ez az elvárás ugyanúgy meg kell, hogy valósuljon. Nekem meggyőződésem, hogy azzal nem vétünk, hogyha törekszünk arra, hogy ne csak a belső udvaron, hanem akár az előttünk lévő járdaszakaszon, vagy közterületen, parkos részen is megfelelő módon gondozzuk, ápoljuk a növényeket. A megfelelő gondoskodás sem mindig elég. Sokszor okoz kellemetlenséget a városüzemeltető Kft. Dolgozóinak az is, hogy egyes emberek nem becsülik meg a munkájukat, megrongálják a kukákat, padokat, ellopják a virágokat, vagy szemetelnek. Mindenki jó szemmel néz egy ápolt, gondozott parki területre, egy frissen lenyírt sövényre, egy szép virágos ágyjal elkészített parki területre. Sajnos hiába fordítunk mi is elég nagy hangsúlyt arra, hogy a külső környezet olyan minőségbe kerüljön kialakításra évről évre, ami ez a lakosság részére is elvárható. Folyamatosan tapasztaljuk azt, ugye, hogy ezeket a drága külterületi partokat megrongálják, tönkreteszik, virágpalánták tűnnek el az ágyásokból, illetve megrongálásra kerülnek. Ezeknek a pótlása is elég nagy költség. Tehát mi azon vagyunk, hogy a várost szépé, szebbé tegyük. Elég nagy energiát fordítunk erre a feladatra, hiszen ez közös cél, illetve ugye kötelező feladatellátás is a városüzemeltetőnek ez a parki gondozás. A parkgondozás a Városüzemeltető Kft. Kötelező feladat ellátásának 50%-át teszi ki, ami egész éves munkát jelent számukra. A megfelelően ápolt zöld terület és a virágágyásokkal tarkított park hozzájárul ahhoz, hogy a kellemes környezetben jobban érezzék magukat a városlakók, valamint vonzó képet mutasson Püspökladány az ide látogató vendégek számára.